73-mal több opera előadás, több balett és rekordszámú, összesen 143 opera énekes fellépése. Ez várható a Magyar Állami Operaház 2012-2013-as évadában. A jövő szezont az idei évzáron mutatta be az operaház vezetése, ahol kiosztották a Dalszínház szakmai elismerését, a Csillagóra díjakat. Az ünnepség végén sokak meglepetésére egy hivatlan vendég is betoppant. Ez a gong jelezte az Erkel Színház felújítása érdekében rendezett árverés és a Magyar Állami Operaház 2011-2012-es évadának végét. A szezonzárón a szaktárca vezetője és a kormány biztos értékelte a tavaly augusztus óta tartó konfliktusokkal és elbocsátásokkal terhelt évadot. Én akkor, amiket elmondtam nektek, azt a legteljesebb tudásom birtokában tettem, és a legőszintébben. Utána érkeztek két és fél hónappal később olyan hírek és olyan közlések, amelyeknek a fényében végre kellett hajtanunk az operaház történetében a legnagyobb mértékű létszámleépítést. A kormány biztos a jövő évadról azt mondta, több opera és balett előadás lesz, rekordszámú 143 opera énekes fellépésével. A 2013 márciusára kiírt Erkel Színházi darabokat pedig a színház felújítási munkálatainak csúszása miatt a Millenárison tartják majd meg. Egy magyar nemzeti kultusz, ahogyan az opera, és aztán nem sokkal később a népopera és a balett azt az egységet képezik, amely nélkül Magyarországnak az újkori kultúrtörténete elképzelhetetlen. A szaktárca vezetője szerint a kormány igyekezett mindent megtenni az operaház érdekében, a jövő évi költségvetésben pedig már több pénz lesz, de hogy konkrétan mennyi, azt nem tudta megmondani. A rendezvényen első ízben osztották ki az Operaház által alapított szakmai elismerést, a Csillagóra díjat, amelyet három énekes és egy balettművész vehetett át. Itt véget is ért volna a rendezvény, mikor a nézőtérről szót kért valaki. Én azt hiszem, hogy itt utoljára, ebben az évadban itt utoljára lépek föl ezen a csodálatos deszkán, hiszen én tőlem elvettek minden előadást. Én úgy gondolom, hogy én vagyok az első örökös tag a világon, akit kirúgtak. Tokod Ilona Kossuth díjas operaénekes szerint az operaház rossz irányba megy, veszélyben a társulati operajátszás, a hagyományok és az értékek. Ezért a Magyar Operaénekesek Egyesülete nevében arra kérte a minisztert és a kormánybiztost, hogy tekintse partnereknek őket, és tartsanak nyílt szakmai vitát a társulat jövőjéről. Először az anyamon az a kép futott át, amint a foci meccseket megzavarja egy mesztelenül belohangáló férfi. Ókovács Szilveszter szerint nem kellett volna kéretlenül az ünnepet szétzúzva betoppanni, és nyilvánosan szembe menni az operaházzal, pláne olyanoknak, akik sárga csekkek befizetéséről beszélnek a sajtóban, miközben milliókat folyósít nekik az operaház. 300 éve